Igazi presztízs csaza volt a futzál NB I második Tolnán lejátszott bronzmeccse a szekszárdi UFC és a Tolna Mözs között. A játékosok mindkét oldalon úgy odatették magukat, mintha a hőnóhajtott aranycsata zajlana. Ennek ellenére roppant sportszerű volt a légkör, és nagyon kiegyenlítette a játék. Mindössze egy másodperc választotta el a 2-1-re vezető sárgamezes szekszárdiakat attól, hogy megnyerjék a második meccset is, és övék legyen a bronzérem. Ám ennyi idő, mindössze egy másodperc is elég volt a Tolna Mözs motorjának válogatott játékosának, Varga Adélnak, hogy távolról, ha úgy tetszik, cimbalom szögből ritkán látható nagy góllal egalizáljon és hosszabbításra mentse a meccset csapata számára. Akciógól ez volt az utolsó a meccsen, mert hogy a 2x5 perces hosszabbítás sem hozott döntést, hiába űzték, hajtották továbbra is egymást a csapatok. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, jöhettek a büntetőrugások. Ebben pedig az idén a szekszárdiak bizonyultak jobbnak. A Tolna Mözs 2 hetest is elhibázott, miután a soron következő szekszárdi játékos, nevezetesen az ukrán Vaskovecs Mária betalált, így eldőlt a bronzmeccs. Nem kis ünneplésben részesítette a tolnai sportcsarnokban ellátogató legalább fél száz szekszárdi szurkoló az idén bronzérmet nyert csapatát. Először is gratulálni szeretnék a Tolna csapatának. Küzdöttek, hajtottak, tényleg le a kalappal előttük. Mi az utolsó lehelletükig küzdöttünk, harcoltunk, kézben tartottuk a meccset, sajnos a lehetőségeink kimaradtak, de hát ilyen a sport. A válogatott játékos reménykedik, hogy együtt marad jövőre is ez a jó csapat, és megmarad a jó közösség. Csapaton kívül is jóban vagyunk, szervezünk programokat, sokat beszélgetünk, de szerintem ez az alapja egy jó csapatnak. Micskó Márk azok után, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenézniük tavasszal, az újabb bronzérmet nagyon tudja értékelni. Szurkolóikról pedig szinte szuperlatívuszokban beszélt. Nagyon köszönjük nekik az egész éves támogatásukat, nélkülünk, ha ők nem lennének, sehol nem lennénk szerintem, tehát ők nem csak egy, hanem 2 ember plusz jelentenek nekünk, idegenben is, itthon is. Büszke vagyok a lányokra, nagyon nehéz szezonunk volt, egész tavasszal sérülések sújtottak. Volt, hogy 3 játékosom nem tudott játszani, tehát tele voltunk gondokkal, de végigcsináltuk, és nagyon büszke vagyok rá, hogy a lányok megszerezték a bronzérmet. Amit mint emlékezetes tavaly, hasonló körülmények között éppen a Szekszárd ellen a Tolna Mözs csapata szerzett meg.